Ritkán szereple kiállításokon, de talán eljött az ideje, vagy esetleg nem túl késő, hogy egy kicsit visszatérjek a képzőművészeti életbe, és megmutassam magam, hogy hát én is munkálkodom, nekem is vannak elképzeléseim a képek világáról, a képek fabrikálásáról. A Liget galériában látható kiállításom anyaga az utóbbi 6-8 év terméke, egy olyan időszak, hogy éppen, amikor a pedagógusi pályafutásom utolsó éveiben javában elnyert mindaz a hétköznapi munka tennivaló, amivel a tanítás jár, de hát azért mellesleg késő délután este, éjszaka csak festegettem. Ez magyarázza a válogatásnak ezt a furcsa természetét, hogy sok kicsi kép az, amivel a nyilvánosság elé lépek. A munkáim ugyanis hát a méretüknél fogva alkalmasak arra, hogy a rendelkezésemre álló idő alatt összehozzam őket. Igaz, hogy olajfestékkel készültek, de ez a méret, ezt a technikát hát olyan hálásan kezelhetővé teszi. A témáim, hát mit mondjak, meglehetősen egyszerűek. Én két dologba szoktam megragadni azt, amivel foglalkozom. Hát egyfelől az emberi alak, az emberek egymáshoz való viszonya, egymással való bánásmódja, de egyáltalában véve, hogy mi az a figura, amit én érvényesnek tartok arra a korra nézve, arra a korra tekintettel, amelyikben élek. A lapjaim másik része az egész egyszerűen színvariáció, sorozat, színtanulmány, részben a felület beosztásának a kezelése, a felület ritmizálása, és hát ennek megfelelően a tagolt felület színharmóniáinak, színviszonylatainak a rendezése. Ezek általában nonfiguratív lapok, némelyike mégis talán, minthogyha valamiféle városképre emlékeztetne, egy városi civilizáció környezetére, másfelől talán a nonfiguratív felület tagolással készült lapok esetleg aféle felülnézeti tájakra emlékeztetnek, mint hogyha légi felvételei lennének holmi tájaknak.